Nem kell kihívó képet kitenni, és nem fogsz ilyen kommentet kapni. Ez áldozathibáztatásnak minősül. Be fogom vágni, mely képemről van szó. Igen, van egy kis dekoltás. Nem fogom emiatt a testemet szégyelni. Sem eltakarni, főleg nem egy nyári meleg napon. Nem fogok amiatt csodorba járni, vagy állandóan sálat a nyakam baggatni, vagy ne adj Isten, melkisebbénítő műtétet végezni, csak mert neked nem tetszenek az adottságaim. Én nem tudom, hogy ezt a témát hányszor jártuk körbe, ezen a platformon is. Más emberektől is. De hogy úgy... pont tegnap beszéltem a fő platformon arról, hogy egy kislány, teszem hozzá, egy 7 éves, 8 éves, talán, nem tudom, nem satszoltam meg jól, full bőrruhában, ilyen bőrruhában, mindene. Igen, még az is. Nem? Kamera van ott, igen. Van ott férfi, van. Beláthat bárki, behat. Bárki beláthat oda. Érdekelte a szülőjét? Nem. Szaladgált, vagy 20 percen át. Jó, anyám, olyan véleményem van, hogy ez normális, én ellenvéleményem vagyok, szerintem nem egy strandra való, hogy valaki így legyen. Szerintem egy bugyogót simán fölvehetett volna. Oké, hogy zuhanyzott, de a szülei legalább egy törölközővel eltakarhatta volna. Nemrég vagyunk túl az anyátlanok oldalon, ahol nők ezreivel olyanokat tesznek, hogy hogyan és miket tennének vele. Én azt gondolom, hogy a védelem az otthonról induljon el, belső családi körben, aztán pedig lehet tovább menni. Nyilván nem tudsz mindenkit megóvni és megvédeni, de hogy csak azért, mert kiteszel egy bikinis képet magadról, vagy a strandon bikinébe vagy, most nyilván a strandon sem egy bőrruhába fogsz lenni, vagy pedig csodorban. És az, hogy emiatt megkapjuk azt mi nők, hogy szépek a melleid, meg mi egymás. Nem, nem vagyunk rá kíváncsiak. Pont nem érdekel a te vágyad. Tedd két zsíros kenyér közé, azt akkor intézd el úgy. De ne írd le, mert nem érdekel. Tiltalak, vagy kiteszlek a szégyenfalra. Azt majd elgondolkodhatsz. Na, figyelj, csak egy mondatot majd tegyek hozzá. Igen? Teljesen természetes az ember múlva. Teljesen természetes még a strandon is. Pláne éves kor alatt. Egyébként is az volna, ami nem természetes és ami nem normális, az embereknek az ehhez való hozzá. Ezt megértem, de sajnos, sajnos azt a világot éljük meg, hogy muszáj vagyunk védekezni. De oké, csak amíg nekiengedünk teret, amíg védekezünk az ellen, ami nem normális, addig az fog uralkodóvá válni. Tehát itt az emberek fejébe kéne azt átfordítani, hogy igenis természetes dolog, még 40-50 éves korunkban jönünk lenni. De még 100 éves korunkban is. Mert ez a természetes, itt születtünk le. Én ezt megértem. És nem is azt mondtam, hogy ez nem természetes, vagy nem elfogadandó. Csak igen, ez olyan dolog, hogyha nem akarsz... Olyan szinten átmentve a szülők hibásába, hogy ez már... Nem hibáztatom. Csak azért... Aki én is voltam új strandon, volt rajtam. Igen. Kicsiként, igen. De, hogy amikor... Nem tudom, most ez mindenkinek megosztó. Valaki engedi a fiú gyermekét bárhol vécéztetni, én ezzel sem értek egyet. Legalább takard el egy törölközével vagy a testeddel. Nem hiszem, hogy nekem látnom kell azt, hogy a kisfiadnak milyen szerszáma van, mert nem érdekel. De az ember akkor vakulatlan, hogyha ott vagy előtte, oda néz. Egy pillanatra aztán meg elveszi a fejét, akkor is beleívódik. Tehát engem pont nem érdekel, hogyan izélteted, takard őt el, én megértem azt, hogy nem bírja ki, hogy nehéz, de oda bírsz elé állni, elbírod takarni, és akkor nem fogják látni. Ez egy nehéz téma, de erről is megvan a véleményem. Tehát, akkor ilyen ember ennyi elővel bárhol, bármikor rájön az utcán, azt akkor lehúgyozom az orchideádat. Na, sziasztok!